Szia! Ez a lyukas óra következő adása. Most ennek a lyukas órának az oka az, hogy elfelejtett a diák. Semmi baj, előforduló emberek vagyunk. Úgyhogy megyünk tovább. Ugye az előző részben a pentatonokról beszéltem, és az A-pentatonról, de ugye nézzük egy kicsit mögé. Tehát, hogy ugye van egy A, C, D, E, G, A, C, D hangom, amit már így elmondtam, de ugye, hogyha mondjuk én egy húron három hangot szeretnék fogni, vajon... Vajon a két lehetséges hang közül félni, mert ugye akkor, mivel ez egy B hang, akkor ez egy F-dur skála is lehet, ugye? Frig. F-frig úgymond, mert hogy az F-dur skála hangjait játszom, csak A-ról. Ez csak annyi kell, hogy hogy a fülünk arra álljon rá. Tehát, mondjuk tegyük fel ez. De kipróbálhatjuk azt is, hogy nem a B-t játszom bele, hanem A, H, C. Tehát akkor eddig egy F, ugye? Mert hogy az A benne volt a pentatonban, a H nem volt benne. Benne volt, D benne volt, E is benne volt, és most egy F-et rakok be. Ezáltal, ugye már a H-t most már ide rakom. Tehát akkor lesz egy A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E. Na most. Akkor ezáltal már a hanglemünk úgymond A-mol lesz, de ugye a C-dur skála hangjait játszom A-ról, tehát akkor ez egy E-ol skála lesz, C-E-ol, ugye? És ugye, hát nézzük meg ezt a fogást. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Hát, bocsánatot kérek amúgy mindenkitől, nem azt mondom, hogy lusta vagyok, csak itt megint azt hangsúlyozom, hogy nem vagyok a kezem ellensége, ezért én ezt tökre fel fogom osztani. Ugye, hogyha 9 hang van egy húron, már dehogy 3 hang van egy húron, akkor szekundokkal fogom alakítani. Hát ezek a hangok benne voltak itt. Értitek? Tehát, hogy igazából... Tehát nem szeretném kínozni a kezemet. És azt fogom, ezért osztogatom el. Ja, és ráadásul a kötések is jóval. Tehát ezeket simán jóval könnyebb játszani. Mint hogyha... Nekem az olyan nehéznek tűnik. Na mindegy, az a lényeg, hogy vannak lehetőségek, nem kell mindig ugyanazt ugyanúgy játszani, ahogy mások játszák. Ezek csak ötletek. És ráadásul, az meg már egy másik skál, azért most abban nem megyek bele, mert ugye, hogyha... Ez csak egy példa. Ha megfigyelem, hogy 1-3-4 van itt, 1-3-4 van itt, és nézd csak, 1-2-4 itt, 1-2-4 itt. Akkor már mindjárt jóval kényelmesebb lesz, és kikerülhetem a tágfogásokat.
Tehát, hogy nem, én nem erőltetem állva ezeket a baromi nagy távolságokat. Hát két nagy szekundot nem hiszem, hogy szeretek egymás után fogni, ez az én problémám. Ha valakinek nem jut eszébe, akkor örülök, hogyha ezt a könnyítést el tudom neki magyarázni. Tehát igazából próbáljátok olyan új rendeket keresni, ami nektek kényelmes. Tehát ne erőltessétek rá magatokat olyan dolgokra, amit már megcsináltok egymilliószor, és próbáljátok egyedivé válni egy picit. Tehát, hogy mondjuk akkor, ha remek új gyakorlatokat lehet csinálni ezekre, és nem mondjátok már, hogy... Tehát, hogy ez is tök jó. És ráadásul itt is pont az van, hogy van a horizontális, ugye? Itt mi történik? Ugye itt meg... Itt ugye ezeket fogom. Tehát mindegy, ja, és akkor el se ronthatom. Tehát, hogy nagyjából azért a hangnemet nem árt tartani. Tehát, hogy akkor eddig volt egy F-dúrunk, amikor B volt benne, aztán volt egy úgymond C-dúr, ami áll, tehát akkor ámol, mondjuk így, aztán, és még van egy. Nekem ez a kedvencem amúgy. Ugye, mert akkor egy fiszt fogok belátni, ami által már G-dur lesz, csak ugye akkor, mivel A-ról indítom, akkor ez dur skála lesz, G-dur. Na hát, itt aztán három tágfogás. Nem akarom. Mert ugye? Ja, tudom, hogy hol vannak a fiszek, a módosított hangok. Akkor arra fogok koncentrálni, hiszen kizárásos alapon ez tuti nem lehet fisz, hiszen ez egy G-húr és G-hang, ugye mert ugye a 12. bundon van. Tehát kb. Így logikázom, de amúgy érdemes globálisan megtanulni a hangokat, de nyilván az elején nem biztos, hogy erre tudunk koncentrálni. Úgyhogy, és az összes pentaton ki lehet bővíteni, ugye? Ha most G-dúrról beszélek. Oda bekerült egy disz. Ez egy lokriszi, ahogy a kedvencem. 1-2-4. G-lokriszi. 1-2-4, 1-2-4, 1-3-4. Tehát, hogy igazából egy ámol szeptimre három mozális skálát játszottunk, nyilván jóval többet, de az még a jövő titka lesz. Köszönöm, hogy megnézted, és a következő adásban újabb indokkal jövünk, hogy miért lett lyukos az óra.